magáról azt mondja, hogy 4 szerelmem volt: a zene, a matematika, a filozófia és a tánc. Az orkesztika. Dienes Valéria 1879. május 25-én született Szekszárdon, Geiger Valéria néve. Édesapja ügyvéd és a Szekszárd vidéke című lap szerkesztője volt. A szülők hamar elváltak, Dienes Valéria elindult egy tanítónői pályán, tehát ő elvégzett egy tanítónőképzőt, majd polgári és korai tanári oklevelet szerzett, majd csak ezután érettségizhetett, és így jöhetett a következő lépcsőben az egyetem, hiszen elég nehéz volt akkor még az egyetemre a nőknek bejutni. Az első 5 nő között van, aki a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán matematikát és fizikát hallgat, és itt láthatjuk a kiállításban a doktori oklevelét is, hogy emeli a 2 tárgy mellé még felvette a filozófiát, és tegyük azt hozzá, hogy néhány szemesztert elvégzett a Zeneakadémián zongoratanszakon is. Tehát láthatjuk, hogy nagyon sokféle tehetséggel megáldott ember volt Dienes Valéria. Az egyetem elvégzése után férjével, a matematikus Dienes Pállal együtt 1908-ban Párizsban folytatták tanulmányaikat a Sorbonne Egyetemen. Dienes Valéria ott ismerkedik meg egyrészt Bergson francia filozófus tanaival, az ő óráit hallgatja, ami nagy benyomást tesz rá. Később ő lesz az első fordítója, a magyar fordítója Bergsonnak, illetve a saját filozófiai gondolatait is nagyban befolyásolja Bergson hatása. Aztán Párizs még azért is fontos, mert ekkor ismerkedik meg, vagy talán már Magyarországon látta Isadora Duncan modern táncát, de minden esetre Párizsban ismerkedik meg Raymond Duncan görögös tornaórájával, és a bergsoni mozgás elméletek, illetve az Isadora Duncan szabad tánca, és ez a görögös ihletésű mozgáskultúra, amit Raymond Duncan képvisel, megihleti, és hazatérve Magyarországra nem csak bemutatja barátainak ezt a mozgáskultúrát, ezt a mozdulatművészetet, ahogy később elnevezi, hanem ő rendszerbe is foglalja. Az első táncelméleti cikke 1915-ben jelent meg a Magyar Iparművészet című folyóiratban. Illusztrációi pedig a Dienes Valéria emlékszobában is megtalálhatók. Láthatjuk, hogy a matematikus agyával ő egy rendszert teremt abból, amit Párizsban Raymond Duncantől egy ösztönös mozgáskultúrát, amit megtanult, abból ő egy rendszert hoz létre, és ezt nevezi el orkesztikának, mozdulatművészetnek. Hamarosan a barátai nyomására iskolát is alapít, eleinte még nem a saját nevén, de minden esetre 1944-ig kis szünettel, amikor 19 és 21 között nagyjából emigrációban van, Párizsban tartózkodik 2 kisfiával, majd aztán hazatér Magyarországra, és itt is ezt a mozgáskultúrát kezdi el tanítani, majd újra folytatja az iskola szervezését, tehát az iskola megnyitja a mozdulatművészeti iskoláját. Sokféle táncjátékot hoznak létre, sokszor 1000 szereplős nagy játékot is, mint a Gyermekútja vagy a Szent Imre Misztérium, aztán különböző témájú, tehát elsősorban vallási témájú nagy művei vannak, vagy kisebb táncjátékok, de van divattörténet, van mesejáték ezen a repertoáron is, és nagyon népszerű. Tegyük azt hozzá, hogy ez a korszak, amikor a modern táncművészetnek sokfajta irányzata és sokfajta képviselője jelenik meg Magyarországon is, tehát Magyar Alíz, és még néhány nevet lehetne felsorolni, akik egy újfajta mozgáskultúrát hoznak a klasszikus balettművészet mellé. Emellett a filozófia is aktívan jelen volt az életében. 1934-ben a Baumgarten Alapítvány a magyar filozófiai nyelv megújításáért díjazza Dienes Valéria munkásságát, és 1944 után, amikor betiltják a különböző táncművészeti irányzatokat, Dienes Valéria
ekkor a filozófia és a saját filozófiai gondolatainak papírra vetésével foglalkozik, és természetesen még az nagyon magas kort ért meg, és nagyon szellemi frissességben érte meg az öregkorát is, úgyhogy a 70-es években ő még filozófiai, illetve táncművészeti előadásokat tart. Szekszárd a másik híres szülöttével, Babits Mihállyal is jó barátságot ápolt. Ahogy Babits Mihály megörökíti aztán a Halálfiai című önéletrajz ihletésű regényében, a két család jóban volt. Az Babits Mihály édesapja ugye törvényszéki bíró, Geiger Gyula, Dienes Valéria édesapja pedig ügyvéd, ahogy elhangzott, ügyvéd, illetve egy ideig törvényszéki jegyző is volt. És a Halálfiai abból érdekes, hogy ők felismerhetőek az alakok, akikről mintázta Babits ezeket a regény alakokat, és igen, ott van Hintási Gitta alakjában, ott van Geiger Valéria, de az egész családja is megjelenik, és fontos szereplői a regény történetének. Dienes Valéria és Babits Mihály később is, tehát nem csak gyerekkorukban barátok, hanem az egyetemi évek alatt is, illetve amikor Babits Mihály a tisztviselőtelepen tanít, akkor kollégája Dienes Pál, és napi szinten találkoznak, naponta jár Babits Dienesékhez, közel is laknak egymáshoz, és ebben az időszakban fordítja például Dante isteni színjátékát, úgyhogy sokszor fölolvassa az éppen elkészült részeket Dienes Valériának. Ezen kívül jó néhány levél is megmaradt, ami tükrözi az ő szoros baráti és szellemi kapcsolatukat. Dienes Valéria jó példája lehet a felnövekvő nemzedéknek, Szekszárd egyik általános iskolája is az ő nevét viseli.